Hát a beharangozónak ne lenne elég az, hogy kiváló játékosokat láthatunk majd itt egymás után a színpadon, ráadásul még a bevonuló zenék is ilyenek, egy kis Johnny B. Good-dal meg kell hozni itt az alaphangulatot a szombat estére, ez azt hiszem, hogy sikerült is Claytonnak. Gavlasnak milyen esélyei lehetnek azért, hogy egy nagyon-nagyon fiatal játékos, nyilván még az ilyen körítés szoknia kell, hiszen 19 évesen azért nem feltétlenül az ilyen versenyekhez vannak hozzászokva a játékosok, mennyi esélyt adsz nekik Clayton ellen? Lehet, hogy 19 éves, de ugye nem ez az első közönség előtti megmérettetése, és már bemutatta azt, hogy ő mit tud közönség előtt játszani. Én szerintem nem fog megilletődni Johnny Claytonnak a játék stílusától és tempójától. Én úgy érzem, hogy tartani fogja a tempót. Ugye Gavlas esetében még az is tényező lehet, hogy azért ő egy cseh játékos, Csehország pedig teljesen közel van Budapesthez, úgyhogy simán benne van a pakliban az, hogy egy egész konkrét kis szurkolótábort ide tudott reptetni magának Budapestre, és noha nem prágai a verseny, de félig meddig hazai pályának is tekintheti. Ez akár egy ilyen plusz motivációt is adhat majd neki. Igen, hát lássuk. De ugye Johnny Claytont viszont sokan szeretik Magyarországon, így aztán ez a része lehet, hogy kiegyenlítődik. Nem csoda, mert Clayton stílusa azért abszolút közönségbarát, hogyha lehet így fogalmazni, és azért az eredmények is az elmúlt években, most már elsősorban az elmúlt két évben abszolút jönnek, úgyhogy ilyen formán várható ma is egy jó teljesítmény Claytontól, mondjuk egy tripla nélküli körrel kezd, de azért ebből még azért olyan messze menő következtetéseket nem szabad levonni. Lássuk Gavlas válaszát rá, ő sem dob triplát. Ott maradt az Indigo a táblán, azt most nem kellett állítgatni, ugye Van Duvenbode-nak voltak ilyen problémák, neki nem tetszett, hogy éppen milyen szögben állt a tábla, de aztán csak nem erre fogta a vereséget. Hát valószínűleg nem, de tegnap is volt ilyen, akkor Daryl Gurney kifogásolta a táblának a függőlegességét. Na de látod, Gurney legalább nyert utána, Van Duvenbode pedig a mai nap legrosszabb átlagát produkálta eddig, úgyhogy azért abban volt különbség. És itt viszont 140-nel jön Clayton. Ez már azért tapsra ragadtatja a szurkolótábort is, meg egy szektorhiba Gavlastól. És ugye három kör után már kiszállón van Johnny Clayton. Amit hát egy ilyen kör után nem muszáj megdobni, de egy jó kerekítést lehet belőle csinálni. Nem is fogja megdobni. Egyes kerekítő nagyon szép. 120-ig tudok lejönni. Nagyon fent van még Gavlas, de most jön egy tripla. 180-nal meg jön kettő. Hozni a kedvét. 140. És a neki is van legalább 149, ez még mindig nem kiszálló. 6 nyíl van a 120-ra, a Shanghai-ra. A tripla megvan. A szimpla is. És ott van elsőre is. 1-0. Első legben 120-as kiszálló Johnny Clayton megadta az alaphangját ennek a mérkőzésnek. 15 nyilas leggel. Ilyen a Gavlas kezdésénél bármiféle válasz is, két nyílból nem jön tripla. Harmadik, és félelmet a 37-esbe. Százas. 140? 140, bocsánat, igen. Hátsó pályán ugye így kell csinálni, hogy legalább egy triplával többet kell dobni, mint a másik. Ugye 180-nál ez egy kicsit nehéz, de... Na, Gavlas. 140 vissza. Ó, ez csak 45. Oda az előny hátsó pályáról. Nagyon kellene itt kezdésnek egy jó mérkőzés, jön, hogy a közönségnek is meglegyen az alaphangulata. Egy kis százas. Ez kevés lesz így, hogy viszont dobja a triplákat Johnny. 140. 140, igen. Kiszálló még éppen nincsen. De itt akkor tud bármit is korrigálni Gavlas kezdésből, hogyha itt most legalább egy-két triplás körrel és jön a két triplán, nagyon magát. Szép 131-jel 86-ra. Na de Claytonnak is jön, azért... Egy szimplával dupla 18-on tud maradni, úgy van. Komoly nyomást helyez ezzel Gavlasra, 86-ot meg kell oldania. Meg kell oldani első pályáról, mindenképpen muszáj. Különben bajban lesz Adam Gavlas.
Még egy 18-as, úgy van, és a bulla végére. Nincs meg! Nagyon rákoncentrált. Dupla 18-ra, 3 nyíl Claytonnak. Az első kívül, a második is. Benne a harmadik. 2-0. Jó kezdés a Velszitől. Sokáig vezetett az idei Premier League kiírásban, majd aztán jött egy visszaesés, és már azért is kapaszkodnia kellett az utolsó mérkőzésen, hogy egyáltalán ott legyen a top 4-es rájátszásban. Sikerült neki, és végül onnan nyerte meg az egész tornát. Ez egyébként a Premier League történetében neki sikerült először, hogy a negyedik helyről végül a rájátszásban ő győzzön. Van Gervent vert az elődöntőben, és aztán De Souzát a fináléban. És egyébként első velsziként nyerte meg a Premier League-et. Igen. Érdekes stílusa van Johnny Claytonnak, mert olyan alvósan kezdi, lassacskán, és akkor a végére durrant bele egy nagyon nagyot, amikor már esetleg az ellenfél már úgy érzi, hogy most már lehet, hogy még nyerekben is van. Ilyen későn érő típus Johnny Clayton. Hát Gavlas most egyelőre nem igazán érezheti nyerekben magát. Nem, mert nem jönnek a triplák, tehát vagy izgul, vagy mégiscsak meg van illetődve Johnny Claytontól. 140 ismét. Megint nem jön a tripla. Még mindig nem. Ez is csak 60. Hát így... Hát nem így sok nehéz esélye nyerni. Lesz. Igen. És egy 140 a válasz rá, most Clayton körátlag a század súrolja, Gavlasé alig 80. Na, ezzel most azért lehet rajta korrigálni szépen. 180! Az első, mint az esti etapban. Talán ez meghozza a lendületét neki. Kap egy lehetőséget 142-ről kiszállni. Na, hol kezd? Tripla 20-on kezd. Nincs már meg nem neki. Lesz belőle kiszálló. Szépen le tud kerekíteni. Nem jött, 52 maradt. Na, dupla 14-re van. 3 nyira Claytonnak a 3-0-ához. Hoppá, az dupla 11 lett, akkor dupla 3. Nincs benne. Visszaveheti a bréket Adam Gavlas 52-ről. Dupla 16. Van rá két nyila. Na, még egy. Nincs meg. Inkább biztosra megy. És gyönyörűen megoldja meg is hozza. Igen, ilyenkor azért benne van a pakliban, hogy a második nyilat belülre dobta volna a dupla háromra, akkor aztán foghatta volna a fejét. Na, lássuk Gavlast. 137. Ez pedig egy százas. Jön a cseh. Százas, százas. És Gavlas, úgyhogy innentől kérnék elnézést a cseh rajongóktól, hogy eddig eszel mondtam a végén Adam Gavlast. Hát mert így halljuk a ceremónia mestertől is, ugye? Igen, igen. Meg itt közben a háttérben az angol közvetítők is így mondják. Igen, hát azért Nyugat-Európában nem igazán szoktak azzal foglalkozni, éppen az S betűn van-e bármiféle megkülönböztető jelzés, hogy nincsen. Gavlas esetében van, ez egy 92. Na jaj. Három kiszálló van ugyan, Gavlas. De így
Johnnynak nagyobb lehetősége lesz. Két tripla. 140-84-re. Szerintem marad a tripla 20-on. És nem. Természetesen rám cáfol. Jóha, az a hármasba csúszott. Egy tripla 20-al 64-re, úgy van. 84-re, Johnny Clayton. 14-es, úgy van, és a Bull. Nincs. Uha. Akár rá is dobhatott volna, hogy Zsolt is mondta délután. Nagyon szép, dupla 8-al folytathatja. Nem, dupla 4, még mindig van egy nyíl rá. Az sincs benne. 5 nyilat dobott eddig kiszállóra Gavlas. Tekintve, hogy 3-0-ra vezet, Clayton kitalálta, hogy mennyit tudott belőle értékesíteni. Claytonnak van még egy lehetősége. És nincs ez meg. Sincs meg. Újabb lehetőség Gavlasnak, hogy feliratkozzon a táblára. Clayton legalább már háromszor kiszáll, de azért az ő mutatói sem túl rózsásak. Nem bizony, mert 3-at talált 12 rápróbálásból. Ó, a dupla nem 2. Jön. És az sincs. Szépen lement a kedvenc kiszállórára, mert állítólag Gavlasnak a dupla 1 a favoritja. Direkt erre játszott. Dupla 4. Nem tartom valószínűnek. Nyilván. Ó, és besokal. Döcögős a kezdés. Na, lássuk akkor mennyire kedvenc az a dupla 1. És mennyire? Tényleg elsőre benne van. Elsőre megdobja. 22 nyilas leg volt. Az átcsúszik tripla 5-ben, meg aztán tripla 1-be. Egy széles bingót láthattunk. Vagy paraszt bingót, aki hogy nevezi. Százas a válasz. Így ünnepelte ezt a dupla 1-et. Egészséges önirória. Ön irónia. Ó, és kipattant a harmadik, pedig benne lett volna a triplában. És továbbra sem jönnek a triplák elsőre a csajátékosnak. Az is szimpla. Meg az is 100, szimpla. 133-mal 170-en lett volna, de ez csak 57. Már 140-en le tud menni kiszállóra Gavlas. De nem így lesz már meg. Nem fog. Nincs meg. Olyannyira nincs, hogy tripla nélkül. Azért kezdik most meg közelíteni egymást körátlagban. Igen, visszaesett Clayton is 83-ra. Nincs, még mindig nincsen tripla. Na nézzük. 125, ez elég magas. Nem. Maradt a 117. Egy tripla 19-el tudott volna kerekíteni 40-re, de... a 7-esbe. De most valahogy nem jönnek ezek a kerekítő nyilak. Mondjuk volt lehetősége, mert Gavlas még csak most megy le kiszállóra. Kérdés, hogy mennyire tudja levinni magát. Nagyon szépen 90-re kiegyenlítette. 90 dupla ki, Johnny Clayton kezd. Egy 20-as, még egy 20-as, és a Bull... Nincs meg. Nincs meg. Lássuk, hogy oldja meg ezt Adam Gavlas. Ő bullal kezd, még egy bull. Nem, 15, és akkor az 50 a végére. És ott van megdobja! Benne ez igen. Na, és próbálja maga mellé állítani a közönséget, ezt így is kell csinálni. De nyilván ez egy olyan lehetőség, amikor ennyi szurkoló ott van a csarnokban, hogy meg kell próbálni ebből hasznot húzni.
láthattuk például Espinelnek, ez mennyire jól sikerült a délután utolsó mérkőzésén. Bizony, hát szeretik ők, hogyha mögöttük tombol a közönség. Igen, az azért nem tudom elképzelni, hogy túl sokan lennének, akik ezek, vagy akiket ez kifejezetten zavarna. Igen, ugye a tavalyi Európa-bajnokságon Johnny Clayton pont azt hiányolta, hogy bár voltak ott, ugye beengedték a németek a közönséget, de mint a színházban ültek és csak néztek, és maximum szolidan tapsolhattak, mert nem engedtek nekik semmiféle reakciót. 140. 140 közben. És mondta Johnny, hogy hát igazán neki rettentő módon hiányzik az, hogy mögöttem nem nincsen zaj, hogy... 140 a válasz rá. Igen, ez abszolút érthető. Azért úgy éget bele az emberek köztudatába ez a sportág, hogy látja mindenki ott a háttérben a beöltözött embereket, mutogatva a táblát. Abszolút. És már ettől vágyik szerintem mindenki az Alexandra Palace-ba, hogy látja, hogy mit történik a közvetítésen. Most egy kicsit hasonló módon elérkezett a Papp László Budapest Sportarénába ez a rendezvény, és láthatóan egyébként a magyarok átérzik ezt. Most ez egy olyan mérkőzés, teszem hozzá, ami hát nem egy kimondott a maga színvonalú, hogy így óvatosabban fogalmazzuk meg. Ennek is talán az eredménye az, hogy most kicsit csendesebb ott a háttérben a nézősereg, de azt hiszem ez jelen esetben elnézhető. Igen, főleg ugye az első mérkőzés az este folyamán, még a közönség sincsen betárazva. Igen, meg azt is jegyezzük meg, nyilván nem, ez ennek köszönhető feltétlenül az, hogy kicsit most gyengébb a játék itt a két játékosnál, de az hozzátartozik az igazsághoz itt a közvetítés alatt, ezt mi nem tudtuk önöknek még megmutatni, hogy Kyle Andersonra itt az esti program előtt emlékeztek meg, úgyhogy hát azért az nagyon-nagyon-nagyon emocionális perceket éltünk ott át mindannyian, ahogy egy videót is mutattak az elhunyt Ausztrálról, úgyhogy azért ez borzasztóan szomorú volt, ami itt történt nemrég, ezen is valahogy túl kell lendülni. Benne van! A dupla 20, 0-3-ról visszajön Gablas 3-3-ra. Mondhatnánk, hogy kiegyenlített a közönség Adam Gablasnak. Igen, és folyamatosan jön az, hogy kírja közönség támogatásán. És most már jön elsőre a tripla. Második ugyan nem sikerült, de még 140 lehet, és lett is. Clayton került most azért egy egész komoly hullámvölgybe. 140 ez is. Erre dob rá egy 140-et. Mondja csak. A legutóbbi Players Championship-en itt egy hónappal ezelőtt döntőzött Wright ellen, úgyhogy ha ebből indulunk, akkor azt mondanám, hogy nincsen rossz formában, de hát az egy hónapos kihagyás azért mindenkire más hatással van. Hát persze, ugye egyik napról a másikra is nagyon sokat tud változni egy ember formája. 180! Az első Johnny Claytontól. Nem tudott utána menni Adam Gablas. 121-re. Megvan a tripla. De az is nagyon szép, dupla 14, nincs meg! Az azért messze volt. Az egy ilyen, tudom, hogy arra van típusú eldobás volt. De ugye nem is volt kötelező. Igen, mert Gablas nagyon magasan. Olyannyira, hogy csak 170-re tudja letenni magát. Éppen kiszálló, de lehet, hogy már nem is lesz rá nyira. Dupla 14-re, még kettő. Na még egyet. Benne van harmadikra, úgy van, 4-3. Na hosszú idő után Clayton most nyer egy leget. Egy 15 nyilas játékkal. Százassal tud hátsó pályán kicsit előrébb lépkedni Clayton.
felállnak a szurkolók ott a háttérben, ugye stand up if you love the darts, meg lett kérve ott a helyszín konferenciéjától, Vereckei Lajostól, hogy hát egy fél percig legyenek kedvesek akkor itt felállni, mert hogy egyébként mérkőzések közben tilos felállni az asztalnál, de ebben az esetben egy fél percet engedélyeznek a szurkolóknak, amikor ez a bizonyos dal elhangzik, úgyhogy ezt egyébként pedig nagyon-nagyon szépen be is tartják a magyar szurkolók, úgyhogy lépten nyilván azt hallani, hogy itt tényleg abszolút szabályosan betartva, abszolút a legnagyobb tisztelettel szurkolnak itt a magyarok, úgyhogy így tovább, bravo! Na most mennek azért egy kicsit, de abszolút itt semmi olyasmiről nincs ez szó, hogy bármi probléma lenne. Úgyhogy 126-ra lemegy közben Clayton, hátsó pályán. Ez egy erős bekezdés volt. Na most Gavlas azért próbál menekülni egy triplával. 126-ra lesz 6 nyila Johnny Claytonnak. Lehet, hogy nem is kell annyi. Nem dob rád búra szerintem. De rádobott a búra. Valószínűleg kell neki a mentális bizonyság, hogy tud pontosan dobni, azért dobott rá, mert ugye Gavlas még nem volt kiszálon. 100, Johnny required 25. És a dupla 8. Dupla 4-re, még mindig egy nyíl. Az sincs meg! Azért most egy 88-as kiszálló kellene Gavlastól. Nem megoldhatatlan. Nagyon szép, dupla 14-jel nem folytathatja. Még mindig dupla 14. Ott van meg, 4-4! Egy tripla. Az már alatta van. 100-assal indít Clayton. Na nézzük, mi erre a válasz Gavlastól. Az fölötte. Az benne az bizony. Benne. Ez is egy 100-as. Nincsen nagy különbség kettejük között. Sem a legeket tekintve, ott ugye semmi. De egyébként a legfontosabb statisztikai mutatókban is fejfe mellett. Itt pedig láthatjuk, hogy hány nyilas legek voltak. 3 volt, ami 15-ös, azt mindegyiket Clayton nyerte, és azért láthatjuk, hogy Gavlas úgy tudott legeket nyerni, amikor azért bőven volt erre lehetősége. Jött a hullámvölgy Johnny-nál, igen. Itt nem feltétlenül arról volt szó, hogy a cseh játékos húzott valami extrán váratlant, és zseniális játékkal behúzta azokat a legeket, hanem egyszerűen akkor megadta neki a lehetőséget erre Johnny Clayton. Na lássuk most, mihez kezd Gavlas, és 100-assal faragja le magát. Valamit akkor ettől a legtől hátsó pályán Gavlas, akkor itt kellett volna. Hát legalább 2 tripla, nem lett belőle egy sem, kiszállón sincs Clayton, nagyon nyugodtan dobálhat itt most a 66-ra. Bult akart, hogy dupla 8 maradjon. Így maradt is neki a dupla 8 a végére. Lesz még rá 3 nyila, egészen biztosan. És nagyon magasan is maradt Gavlas. 3 tiszta nyíl a dupla 8-ra. Egy is elég. Elsőben megoldja, és innentől egy legre kerül a mérkőzés megnyerésétől. Gavlas a meccsben maradásért kezdhet. És 100-assal kezd. Ezért itt leginkább a kiszállózás nehezítette meg Johnny Clayton helyzetét. Ha minden igaz, akkor 23 nyilat hibázott el kiszállóra. Bizony. 24-et. 24-et, mert 29-et dobott, és abban 5 duplát talált el. Na, és a harmadik?
Ben a 180! Zentáról is érkeztek szurkolók, ahogy látszódott a háttérben. Igen, szép Balkan darts pólóban. Nem tudja követni Clayton. Gavlas most lerakhatja magát jó kiszállóra, így nem. Hát három szimplával a már kiszállóban. Talán egyértelmű, de csak százas... nagyon magasan, igen. Igen. De hogyha nem dob 141-et, 141 Johnny, már pedig nem fog dobni. Nagyon nem. Akkor erre 6 nyila van erre a 121-re a cseh fiúnak. A 3 plusz 20 nagyon szépen jön, 11-es. Úgy van, és a bull nem fog rád dobni szerintem, 18-as dob, úgy van, maradt a dupla 16. Lesz 3 nyila. Most jön a 140, az előbb kellett volna. Na még egyet abban a dupla 16-ba. Ott van benne másikra, 5-5. Döntőleg következik. Igen, a délutáni közvetítésben is volt róla szó, nincs burradobás a döntőleg előtt, abban a sorrendben dobnak, ahogy a mérkőzés is kezdték, tehát jelen esetben Clayton volt ilyen szempontból előnyben, ő kezdhetett 99-el, két triplával, Gavlas jó lehet, de elsőre nem jön. Másodjára sem. Egy százassal tudott követni. Erre szoktuk egymásnak mondani, hogy utcahosszal vezetek. Kilencvenöt ismét. Nem jön a tripla. Hátsó pályán nagyon kéne most dobni, hogyha be akar jutni a 16-ba. Gavlasnak tegnap is döntő legje volt Krucsmár ellen. Bizony, nagyon szép játék volt. Na most jön a tripla. A második is csak a sajnos egyes átütötte az első nyíl a tripla egybe. Ne is váltott a 19-es nő, viszont nem jön a tripla. Hát követi Clayton, de az idő után kevés lesz. Jóha. Ó, na hát itt kapja meg a lehetőséget Gavlas. Ez egy kicsit rossz matek volt, mert... Most szépen leteszi magát. 18-asra kellett volna inkább dobni. Nagyon szép 131-et 130-ra. Kell a tripla Johnny-nak. Nem jött nem a tripla. Jön. Na nézzük, egy tripla 20-as. Akkor még mindig egy tripla 20-as és a bull a végére. Ott van, bull. Tripla 20 után a bull a meccsért. Nincs meg! De messze volt. Na Clayton, 118-ra. Egy tripla kell. Úgy van, dupla 19. És az sincs benne. De messze az is. 43-ra Gavlas. Hogy a hetedik kiemeltet kiejtse. Na ássuk, a 16 közé jutás a tét. Két nyila lesz 11-esre. Kiszállóra. Úgy van, dupla 16. Jó megnézi, jól átgondolja. Ott van elsőre. Adam Gavlas kiejti Johnny Claytont az esti műsor első mérkőzésén. Rögtön itt van egy óriási meglepetés. Hát ezt nem nagyon láttuk jönni. Hát azért számoltam arra, hogy szoros lesz. Másik győzelemre vártam, de ez is csodálatos volt. Így van, azért nyilván nem levonva semmit Gavlas érdemeiből, de azért, hogy ez így alakuljon, ahhoz kellett azért egy ma elég gyenge napot kifogó Johnny Clayton, és csak hogy ez szám szerint kifejezzük, ez azt jelenti, hogy
Clayton 88-as átlagon zárt, Gavlas pedig szűk 84-en, ez volt tehát az első mérkőzés. A cseh tovább jut a legjobb 16 közé, mi pedig elmegyünk majd egy rövid szünetre, és akkor jövünk vissza a folytatással.